Sziasztok! A mai videóban megtanuljuk, hogy hogyan kell használni a peonzát. Nekem egy kobra van, mint láthatjátok. Na, először megtanuljuk a kipörgetést. Van ez a gyűrű, amit felteszel a tetejére. Szépen ráhelyezed. Utána fogod, beakasztod a hegyébe, és felcsavarod. Ez a mozdulat már belédivódik, hogyha többször csinálod. És amikor így fel van tekerve, akkor van a végén ez a csillag, olyan, mint a hullócsillag, az beteszed a mutató és a középső ujjad közé. És vagy így fogod meg a peonzát, vagy így. Én így szoktam. És akkor utána csak eldobod és elengeded. Ezt most be is mutatom. És amikor megvolt a feltekerés, akkor nézzük, hogy is működik ez a gyakorlatban. Kidobod, és már pörög is. Na most, ezzel lehet különféle trükköket csinálni, ezt most fogom mindjárt bemutatni. Na szóval, amikor kipörgetted, és azt szeretnéd, hogy egyenesen legyen, hogy tudjál vele trükköket csinálni, akkor fogod ezt a karikát, és alá teszed. Szépen, ez a legelső trükk a kutya, amikor tudod így vezetni. Ezzel fel is lehet kapni, és el is kaphatod a peonzát. És akkor még meg lehet azt is csinálni, ami szerintem nagyon egyszerű. Kipörgeted. És akkor most megvárjuk, hogy kiegyenesedjen. De ki is lehet egyenesíteni. Új. És akkor ami még nagyon egyszerű, az az, hogy csinálsz így. Tehát jobbról egyszer körbeveszed, meg egyszer balról, és felmeled. Ezt a trükköt úgy hívják, hogy diszkóból, és a végén elengeded. Ez is egy elég jó trükk, én szerintem már látványos. És akkor ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsétek el bekapcsolni a csengőt. Sziasztok!